Ezek a felvételek a Rosenbergerben készültek, az autóipari elektronikai alkatrészeket gyártó cég továbbfejleszt Nyírbátorban. Új üzeme, telephelye még épül, de pár hónap múlva már itt is dolgozhatnak a munkavállalók, ráadásul nagyobb létszámban. A Nyírbátori Ipari Parkban tovább bővít a Koloplaszt is, az új egység építését már itt is elkezdték. A beruházással új munkahelyeket hoznak létre Nyírbátorban, a cégek álláshirdetései pedig folyamatosan elérhetőek. Itt nagyon nagy lehetőség van, itt rengeteg cég van, ahol dolgozhatnak az emberek, sőt, még az a lehetőség is fennáll, hogy Nyírbátor nem tudja betölteni ezt a szerepet, hogy dolgozzanak itt az emberek, hanem a környékből nagyon-nagyon sok helyről szállítanak be embereket busszal. Nyírbátor polgármestere azt mondja, a fejlesztések nem csak gazdasági erősödést jelentenek a városnak, hanem sokszor problémát is, hiszen az új munkahelyek betöltésére nincs elég ember. Nem csak a megyében, hanem azon belül Nyírbátorban és térségében is nagyon erős a munkaerőhiány. Ráadásul mindezt tetőzi az a fajta gazdasági növekedés, ami a városban ebben az évben is végbe megy. Gyakorlatilag 4 új gyárépület épül a városban. Ennek többsége ebben az évben be is fejeződik, és nyilvánvalóan ez az elkövetkezendő 2 évben tovább feszíti a munkaerőpiacot, tovább növeli a munkaerőhiányt. Azt kell látni, hogy Nyírbátorban gyakorlatilag ma már több mint 100 településről szervezetten buszokkal járnak az emberek nap mint nap dolgozni. Ez gyakorlatilag a fél megyét és egy picit a megyén túli területeket is lefedi. A polgármester hozzátette, a következő 2 évben közel 2400 új munkahely lesz Nyírbátorban. Az újabb bővülése pedig már nem elég, a szervezett buszjárat, bérlakások építését tervezik. Nyírbátor első lépcsőben most arról döntött, hogy 100 önkormányzati bérlakást épít. Nyilvánvalóan olyan konstrukciót dolgoztunk ki, amiben befektetők csatlakozhatnak ez a programhoz, és építésre vagy vásárlásra építhetnek lakást. És mi is úgy alakítottuk ki a bérleti konstrukciót, hogyha egy fiatal úgy dönt, hogy beköltözik egy önkormányzati bérlakásba, és 3 éven belül azt szeretné, hogy megvásárolja ezt az ingatlant, akkor a bérleti díj, amit addig befizetett, azt az ingatlan vételárába beszámítjuk, annyival olcsóbban tudja megvetni az ingatlant, és az így befolyó ingatlan értékesítésből újabb és újabb bérlakásokat építenénk, tehát ez egy hosszú távú folyamat, amiben ezt a forrást mi újra és újra bérlakások építésébe fektetnénk be. A lakások a tó mellett ezen a területen épülnek majd, a területrendezési terv átalakítása már megtörtént, így már csak a cégekkel történő tárgyalások döntik el, hogy mikor kezdődnek majd az építkezések.